Na hát, üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Erbovók, és ebben a videóban, srácok, az Adobe After Effects nevű programot fogjuk letölteni ingyen. És akkor szerintem, srácok, kezdjük is el, nem húzom tovább a szót, viszont most jelen pillanat nem végig fogom nyomatni zenével, hanem most kivételesen beszélek is az egész videó alatt, mert kaptam már néhány szó olyan kommentet, hogy ez nem a tiéd, ez a videó, ezt lelopta, törörő, ez az Express PC, ez az, ahol én csináltattam a gépemet, meg ilyenek. Na mindegy, szóval így ez miatt felveszem az egészet. Na először is kezdjük ott, hogy Winrar. Srácok, mindennek, minden link lenne lesz a leírásban, akinek 32 bites vagy 64 bites a gépe, az majd eldönti, hogy melyiket tölti le. Oké, ez kifutva, és akkor a programnak a linkje szintén nem lesz a leírásban, és akkor srácok, hogy megengedélyezik, és akkor szépen ezt letöltöm, meg ti is töltsétek le szépen. Én ezt most megvágom, én ezt már rég letöltöttem, szóval... Ja? Ez már nem is kell nekünk, nagyon jó. És akkor annyi, hogy itt van a program, amit ti letöltettetek, és akkor itt van ez a support file nevű progi. Ebben van benne az összes file, ami nekünk kell. Ugyebár a Winrar-t az előbb megmutattam, hogy ott van. Na, várjatok, akkor nyitok szépen egy ablakot, és akkor azon belül pedig van szépen, látjátok, és akkor annyi a lényeg, hogy behúzzuk ezt ide. Sőt, nem is kell nagyon behúzni, bocs. Megnyitjuk, és annyi a lényeg, hogy ezt a support mappát meg fogjuk is behúzzuk. Ja, mondjuk ti nem láttok jelen pillanat semmit, mindegy, így. És akkor annyi, hogy ezt a support file nevű mappát behúzzuk ide. Most szintén ezt is megvágom. Jó, mondjuk ez elég rövidke videó lesz, de most ezt kivágom belőle azt, hogy most szépen átmásolgatja meg ilyenek, szóval vágás. Ó, nagyon szép, és mindjárt le is töltődik teljesen. 3, 2, 0. Tökéletes, át is másoltuk szépen a fájlokat, jó? Még nem teljesen másoltál. Azonnal átmásolt teljesen. Na, nagyon jó, és... Kész, átmásolva. Ez már nekünk igazából nem is fog kelleni. És annyi a lényeg, hogy megfogjuk. És kikeresek innen azt, hogy Adobe FX, itt van. Vagy After FX, bocsánat. De végig is nézhetitek az egész mappát, szóval csak ezt az egy fájlt, ami a legfontosabb most ez kell nekünk, ez az After FX-ből ezt szépen futtatjuk. De nem rossz ablakba fog megnyílni a prog is. Igen, egyértelmű volt. Szóval most hát jelen pillanat egy monitor cserét fogunk aktiváltatni. Itt van, és megcseréltük jelen pillanat a monitorokat, és akkor itt van szépen az Adobe, és szépen megvárjuk még, hogy a program szépen bebootoljon. És ennyi is lenne a letöltése. Srácok, hogyha esetleg tetszett a videó, és szeretnétek még hasonló videót ehhez képest, tegyük fel az After Effect, akár a Photoshopon belül, a Sony Vegason, tehát mindenhez képest, mindegyik programhoz, tutoriált, vagy valami hasonlókat, nyugodtan leírásban megtehetitek a kéréseteket, vagy bármi ilyesmi. Ne felejtsetek el feliratkozni ezt a videót, mindenképpen lájkolni, a kis harangot bekattintani. Én Erbo voltam, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem nektek tudtam ezzel segíteni. Sziasztok!